Orbán Viktor régen lemondott arról, hogy minden magyar miniszterelnöke legyen. Csak azoknak akar megfelelni, akiktől szavazatot remél, őket pedig arra bátorítja, hogy legyenek ellenségesek mindazokkal szemben, akik náluk is kiszolgáltatottabbak. Az elmúlt éveket az idegengyűlölet határozta meg, 2020-ra pedig egyértelművé vált, hogy a magyar emberek közül is bárki céltáblává válhat, ha a hatalom érdeke úgy kívánja. Jovánovics Eszter vagyok, ez pedig a Szabad Info, amiben ma a kormányzati gyűlöletkeltéssel foglalkozunk. Egyre gyakrabban látunk példát arra, hogy a kormányfő a magyar embereket csoportokra osztja, a kisebbségi csoportokat pedig a nemzetből kirekeszti. A történelmi példák azt mutatják, hogy a polgárok szembeállítása szörnyű tragédiákhoz vezet, ezért védi ma a jog az emberek egyenlő méltóságát. Bármit gondoljon a miniszterelnök, a törvények felett ő sem állhat. Sőt, az alaptörvény szerint kötelessége lenne megvédeni az emberek alapvető jogait, így egyenlő méltóságukat is. Mi abban hiszünk, hogy egy ország akkor lehet igazán erős, ha a polgárai együtt dolgoznak a problémák megoldásán. Egy jogállamban ezért sincs helye a kormány által szított gyűlölködésnek. Sokáig a menekültek számítottak a gyűlölet első számú célpontjának, az idei évet viszont azzal indította a miniszterelnök, hogy a magyar romákba törölte bele a lábát. Később különböző ürügyekkel a szexuális és nemi kisebbségek kerültek sorra. A cél mindig ugyanaz volt, hogy eltereljék a figyelmet a valódi problémákról. Mi inkább a csendőrséggel integrálnánk a cigánybűnözőket. A magyar kultúrának nem képezik részét a homoszexuális királyfik. Orbán Viktor általában a szélső jobb oldalra hagyja a piszkos munkát, az egyes csoportok kipécézését, majd úgy tesz, mintha csak az ő megnyilvánulásaikra reagálna saját kirekesztő megszólalásaival. Ezután pedig az országgyűlésben olyan törvénymódosításokat fogadnak el, amelyek az adott csoportokra nézve rendkívül hátrányosak. Ez történt az elmúlt hetekben is. Miközben meredeken nőtt a koronavírus áldozatainak száma, újabb jogoktól fosztottak meg sérülékeny csoportokat. A járványügyi bejelentések közben derült ki, hogy megszüntetik az egyenlő bánásmód hatóságot, amely a kisebbségi jogvédelem legfontosabb szerve volt. Januártól csak az ombudsmanhoz lehet diszkriminációs ügyekben fordulni, amelyről nem tudhatjuk, hogy mennyire fog hatékonyan eljárni. Ezzel párhuzamosan a kormány törvénybe iktatta a homofóbiáját az örökbefogadási szabályok módosításával és transzfóbiáját az alaptörvény módosításával. Az állam nem kényszerítheti rá senkire, különösen nem a gyerekeinkre, a saját kereszténynek nevezett, valójában a kisebbségeket kirekesztő kultúráját. Mi egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a keresztény kultúra nem a másság iránti gyűlöletet, hanem egymás elfogadását alapozza meg. Ezért bárkit vesz célba a kormány, mi kiállunk mellette. Eddig is indítottunk jogi eljárásokat, hogy gátat szabjunk a kormányzati gyűlölködésnek, ezeket folytatni fogjuk. De csak akkor érhetünk el változást, ha közösen teszünk a gyűlölködés ellen. Ezért készítettünk egy összefoglalót, ami segített abban, hogy ti is indíthassatok jogi eljárásokat. Csak jogi eszközökkel azonban nem tudjuk megállítani a gyűlöletkeltést, ezért nagyon fontos, hogy a hétköznapokban sem menjünk el némán a rasszista vagy homofób megnyilvánulások mellett. Emeljük fel nyilvánosan a hangunkat, tegyünk együtt egy elfogadóbb társadalomért. Összefoglalunkban ehhez is adunk tippeket. Támogass minket, hogy folytathassuk a gyűlöletkeltés elleni munkát, még akkor is, ha az a legmagasabb szintről érkezik.